Hálát kell, hogy adjunk a sorsnak, vagy a Jóistennek, amiért megőrzött bennünket ebben a 2015-ös évben, amelyikről sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy könnyű volt, az semmiféleképpen nem. Az meg, hogy miért volt nehéz, ezzel nem kívánok most foglalkozni, mert akkor nem tudnám betartani az ígéretemet, hogy röviden fogok beszélni. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy nem kívánok ünneprontól lenni, de azt gondolom, hogy a következő 2016-os legalább olyan fog lenni, mint a 2015-ös.